Pakson múlt hétvégén megkezdték az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fertőtlenítését hidegfüstös eljárással. Most egy új, vegyszermentes módszerrel próbálkozik az önkormányzat az Életfa Idősek Otthonában egy cég felajánlásának köszönhetően. Az RCI technológián alapuló légfertőtlenítő berendezésnek nagy előnye, hogy 24 órában használható és nem ártalmas az emberi környezetre. Ötvözi a nanotechnológiát, illetve az úgynevezett germicid UV lámpának a hatását, és ezáltal egy olyan oxidáló szer jön létre magában a termékben, amit egy ventilátor segítségével a környezetbe jutottunk, ahol ez be van szerelve, és a tárgyakhoz érve ezek az úgynevezett oxidáló szerek, ezek inaktívvá teszik mind a vírusokat, mind a baktériumokat. A fertőtlenítő berendezés az Idősek Otthona közösségi terében lett elhelyezve. 100 négyzetmétert tud folyamatosan a nap 24 órájában fertőtleníteni, ami én azt gondolom, hogy a mögöttem található Életfa Idősek Otthonában egy nagyon fontos berendezés tud lenni. A koronavírus járvány leküzdésében nagy védelmet biztosít a legveszélyeztetettebb korosztálynak ez a vegyszermentes légfertőtlenítő eljárás, mely az intézményben a későbbiekben is minimalizálja majd a vírus és bakteriális fertőzések kialakulását.